Na sziasztok fiúk, lányok, én Zsiri vagyok, srácok, lányok, most van egy szusszanatnyi időm, szóval úgy döntöttem, hogy csapadunk egy kis videót. Most elég fasz a dolgok is vannak, amúgy így új év alkalmával a poké kicsit belendült, még jobban. Amúgy le a kalappal a Niantic előtt, mostanában nagyon oda teszik magukat. De úgy tényleg, játék téren mindig jönnek az újítások, új pokék, új rédek, hát ez tök jó most a sztori. Itt is van nekünk pár 2 kilométeres tojás, amivel most ugye dupla candy érkezik, hát remélhetőleg nem olyan trágya lesz most a keltetés, mint az eddigiek voltak. Iszonyú rossz és selejt pokék jöttek mostanában a tojásba, de ilyen nagyon kritikán aluliak. Ennek nem dupla a candy-e, vagy mi egy ikomér ilyen kevés ez? Előbb a kicsinél, a kis karakteremnél kelt basszus, te jó Isten, hogy ott mi volt? Olyan új pokék, az a kis gránát, tudjátok, kis, mi a tököm az, várj, mindjárt megmutatom. Itt a Ferocid, ja. Valami 64 kendivel beugrott oda. Tényleg srácok, kicsit barátkozzunk. Kell itt a kis karimmal is eléggé aktív vagyok, kéne pár friend. Hogyha aktív vagy és úgy érzed, hogy bekerülnél ide az egyik love disc, az egyik kis karakterhez, akkor csapassad a friend kódodat a komment szekcióba, aztán majd kiválogatok pár emberkét. Legyél azért nagyszintű, ne ilyen divatjátékos legyél, szóval tényleg olyan aktív, normális emberkére volna szükség, aki küldözgeti és fogadgatja is, tudjátok. Olyasmi kéne, szóval ha úgy érzed, hogy te olyan vagy, akkor csapassad kommentbe a friend kódot, aztán majd haverkodunk. 41 perc múlva itt egy kis réd. Ja, meg kicsit buddyzzunk is, hát itt van ez a buddy rendszer, ezt is egész jól megcsinálnak. Jaj, a kis cukink, Snivy. Vagy Snivy? Nem tudom, hogy ki, hogy ejti. Snivy. Micsoda Ivy-d van! És egy pár darab toji be volt rakva, szóval... Ó, még egy! Hát mi a pillanat? 21 candyvel. Sem tudom, ez a boostolt candy. Elég csóró, nem? Ahhoz képest, hogy a Ferocid egyből jött 64 candyvel, az úgy elég komoly volt. Jó van, gyerekek, hát ennyi, amit látjátok, itt a gyönyörű Shiny Mewtwo, a Shadow Ballos. Azt sétáltatom most éppen. Lassan éhes a kicsikénk, szóval megzabáltatjuk. Ugye, oda is beiszállak is emblémánkba. Éhes vagy? Hami. Ha minden igaz, ez már a harmadik szívecskéje lesz a drágánknak. Úgy is van. Mi van, még zabás vagy? Nem lett el a pocak, mi? Hát akkor te lerakjuk, jaj, még ott a felvillan a három csík a feje fölött, akkor még nagyon flamús. Jól van, kicsit megvakarásszuk, úgy, ügyesen. Minden pokénak megvan amúgy a vakarászási pontja, az keresik, hogy éppen nem tudod treatelni a kicsikét. Nem jött még a harmadik színünk, miért nem jött? Ott valami volt. Na mindegy, lényegtelen. Hát most gurulunk vele párat, nem sétálgatunk. Battle Together, hát nyomassunk egy Battle Together, hogy meglegyen az a szívecskénk is. Itt van egy ilyen csipasz brigád, és akkor legyepáljuk vele. Flygonokat bepakoltál a kis starter brigád ellen. Van valami boostja. Fú, most ugye a ködös boost szerintem az egyik legritkább, ami csak lehet. Hát most gyerekek reggel, nem is tudom hány órán keresztül az volt, iszonyú kötszállt le tegnap este. Szóval valószínűleg éjszakától kezdve úgy reggel ilyen 8-ig. Tele volt minden dark meg ghost pokéval, de nagyon durva. Egy kis sapis Pikachu-t is vissza küldjük. Lehet ezt a Confusion-t át kéne váltani. Jobban szeretem a szájhúkátot, az úgy komolyabban szeletel. Vagyis azt az érzetet kelti. Kappa. Adunk neki egy Shadow Ball-t a kis Widl-nek. Szegénykém a kis kukacka. Azt még marad neki 61 CP, menj már a picsába. Gurulunk egyet itt a városba, megnézzük, van-e valami rét, ha van, akkor lecsapjuk, de nem hiszem, hogy lesz, mert eléggé halott most a téma. Ez az egy csóró kis réd lesz. Mindegyiknek marad egy nyúlfarknyi CP-je, hát ez így csodálatos. Ennek a két kis szarosnak maradt. Megyünk még egy kört a kis Mewtwo-nkkal. Most már nagyon meg lesz neki a Battle Together szív.
egy csallera, Vidlnek egy csallera, másiknak mi a következő? Meditite. Biztos ez Meditite volt, ja. Aztán arra gondoltam, srácok, hogy egy melmetált csihuahuanom kéne. A múltkor laki voltam az egyik kis karakteremmel. Hát mondom, melltán volt nála egy raklap, legyen már meg az is, mert összegyűlt rá a kendim. Szóval akkor azt is illene már rivolvolni, mert nekem az még nem volt. Meg annyira nem boxozgattam, bevallom őszintén. Pedig lett volna ott a közelben mindig, aki úgy ad, de valahogy úgy nem. Most is van egy boxom, várnám a havas időt. Talán össze fog jönni, mert úgy hét elejére mondja. Hétvégére, hét elejére mondja, szóval azt kivárjuk elő, hogy szép nagy búztos melltánokat kapjunk. Itt hagyjuk ezt a kis cukit. Várj, melyik itt a nagyobb? 74-63, ezt a kis csipaszt itt hagyjuk. Ügyesen, okosan, Jim már kipörgetve. És akkor megnézzük, hogy miutukánk megkapta a szívecskét, hogy Battle Together. Ott is van a szív, hát már csak battyogni kéne vele párat. Meg megzabáltatni úgy, hogy örüljön. És akkor jóban is lennénk. Jóban, srácok, megyek tovább. Aztán, hogyha van valami érdekesség, jelentkezem. Meg majd persze a Meltanivóval is. Na, körbejártam a város, sőt, még Martfire is átjöttem. Hát, van itt egy réd. Az most kelt ki, de már ebből a csicska legendásból annyi van, hogy tele van vele a padlás. Úgy döntöttem, gyerekek, hogy inkább nyissuk ki itt a research boxunkat, hisz már legacy movesetes lapraszkát tartalmaz a drága. Hát, most nem rossz, de nem is jó most az a Lapras. Hát jó, sokaknak gondolom nem volt ilyen legacy move-ba. Nekem is talán egy van, vagy kettő. Ritka volt a kicsike. Hát PvP-ben talán jó lehet a Lapras. Régen undorító volt ugye kiütni a gymekből. Aki régóta néz, az tudhatja, hogy milyeneket szívtunk. Még régen a Laprasokkal a jó kemény gymfightos videókban. Hát sajnos az az idő már elmúlt. Csicska, Ivis, Parti, Vizé, Pikachu. Hogy ne törölném. Ebből is van annyi, amennyi csak kell. Na, hát, researchünket pattintsunk ki 2000 dásztocska. Jújjújjú, gyerekek! Nagyon fontos. Mindenkinek kötelező ledúrantania az 50 km sétát, hogy hétfőn megkapja a nagy kasszát. 50 000 dásztot kapsz érte, haver! Nagyon meg kell küldeni. Hoppá, kicsúszott a kezemből a labda. Nagyon meg kell nyomni azt a sétát. Ti most néztél itt a különböző metodokat. Van ez az FLW gyerek. Ez zokniba rakja a telefont és rázza egész nap. Úgy ez nem rossz, de... A legjobb az, ami van az asztalán egy ilyen telefontartó, belerakja, és így hintáztatja a telefont. És ha minden igaz, az Adventure Sync az meg szépen számolja bele a kilométereket. Így óvatosban tudjátok, hogy hintázgat a telefon, és akkor 10 perc alatt... Több mint egy kilométert, ha jól emlékszem, azt mondta. Szóval az nem rossz, voltam itt az ilyen mindenes boltba, hát nekik nincs olyanjuk. Ha nekik nincs, akkor meg elég nagy szarba vagyok, mert ha náluk nincs, akkor az sehol sincs konkrétan. Amazonról lehetne rendelni, de hát Amazon meg nem szállítja azt a szajréját Magyarországra, ahogy láttam. Szóval most az van, hogy venni kell egy szép hosszú zoknit, ami jó gumis, azt nyomatni, rángatni. Akkor ugye érzékeli, mintha futná, és akkor majd szépen. Ez a Lapras, ez kicsit köcsögni. És akkor szépen majd az oknit kell rázogatni, vagy hát felemelni a seggünket, és kimenni itt a ködös, taknyos, nyálkás, mínuszos időbe sétálgatni. Én szerintem maradok majd az oknál, de az 50 km gyerek mindenképp bele kell sétálni, rázni, akármit csináltok, mert 50 000 dust, az azért az komoly. Nézzük meg ezt a Lapraszt, milyen lett, basszus. Közben már ott látjátok, feszül a melltánunk, amit ivolvolni fogunk, egy gyönyörű kis Lucky melltán. 93% IV-ja van amúgy az a melltán, szóval csinoska. Gyere ide, cicám. Jó, akkor ez megvan, hát nyomassuk szerintem a melmetál ivolvot. Hát iszonyú cumika ugye ezt a 400 candy-t összeboxozgatni. Persze akinek van otthon Nintendo, meg nem lusta átküldeni, aznak gyorsan megvan. Sajnos nekem ez csak az első. Pedig egy nagyon jó, nagyon hasznos poké, tényleg egy csodálatosan penge poké, ő marha jól is néz ki. Hát nyomassuk az ivolvot, mi? Hadd szóljon. Jól néz ki, hasznos, ugye a Team Rocket fightoknál előszeretettel használják az emberkék. Team Rocketről jut eszembe, meg kéne itt nézni, van a közelbe.
mert az Abdosszal nagyon elmaradtam így a karácsony miatt, ezért még ott tartok. Hát remélem, hogyha az Abdosz megcsinál utána, beadja majd a Moltresre a küldit. Hát milyen farkincahály van ennek, ezt még nem is láttam. Csak ott áll a kis farkinca hátul, oda nézzetek. A kis elektri... Ja, az a connect, aha. A kábel. Jól nézel ki, haver. Power up, ócsó. Candy Blue, ugyanannyi. Hát jó, ezt majd pumpálgatjuk szépen. 93%-a tényleg ez egy teljesen pöpec példány. Gyönyörű, atak 13, 15, 14. Thundershock, Super Power. Szerintem azt a Super Power-t azt át kell change-elnem. Valami három charge-osra. Flash Cannon, nem hiszem, hogy ő lesz az. Figyelj, ez nagyon Super Power-on akar maradni. Hyper Beam, fú, ilyen szar támadásai vannak ennek. Jó, marad a Super Power. Kevés most a charge team-em. Szerintem ennek valami három charge-os cucca volt, ami nagyon hasznos. Na mindegy. Lényegtelen marad ez. A gyerekek, azt hiszem, hogy végeztünk is már, csak egy gyorsat kerültünk, még tart a szabim. Most van egy kis időm, tényleg fú, ez a szabadság is olyan, hogy csak mész egész nap, meg se állsz, ide-oda rohangálsz, kicsi családozás, kicsi otthon csinálgatsz egy kis dolgot. Hát, ez most ilyen volt, de a lényeg, hogy majd 2020-ba szépen berendülünk. Reméljük a tél nem zendít oda nagyon, mert ha igen, akkor az kicsit majd megnehezíti a dolgunkat, mindeneset akkor megmaradnak majd az így. Az ilyen kis autós vidinyók, de most srácok, megyek, lecsapatom a Verdát, mert iszonyú okádék, ahogy kinéz. Hamarosan akkor találkozunk, ha tetszett a vidi, mindenki csapasít egy hatalmas lájkot, a Melmetal Evolve-nak, verd oda a lájkot. Aztán majd hamarosan találkozunk, addig is jók lehetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!